bekapcsolnám Barnabást a beszélgetésbe, Szabó Barnabást, akit én úgymond vérbeli befektetőnek nevezném el hivatalosan, mert ugye vannak angyalok, meg vannak intézmények, és ő úgy gondolja, hogy a kettő között van valahol, és mindenféle befektetéseket eszközöl, nagy ráfordítással és alapossággal felkészülve egy-egyre. Örülnék, ha elmondanád, hogy hogyan jutottál ide, Barnabás, hogyan kapcsolódsz a tőzsdéhez, és mi a véleményed úgy általában a tőzsdei bevezetésekről, a tőzsdei bevezetésig tartó útról, melyik számodra a legizgalmasabb? Nóra, én mindig, hallasz rendesen? Mindenki hall rendesen? Akkor üdvözlök én is mindenkit. Mindig irigyeltem tőled, hogy te ennyi kérdést fejben tudsz tartani, én ennyi választ nem fogok tudni, úgyhogy majd menet közben nyugodtan segíts ki. Attilát is üdvözlöm, és örömmel hallom, hogy októberre biztosan lesz könyv, ha jól érted. Mert már régóta várom. Úgyhogy a vevői listára írjál fel engem, kérlek. A kölcsönös udvariasság jegyében kéne mondanom, hogy azért kerültem a tőzsdei vonalra, mert sokat olvastam a tőzsdesztorit. Ennek a fele egyébként igaz, mert tényleg nagyon jó könyv, úgyhogy én is ajánlom mindenkinek. Segíts kérlek, hogy mi volt az első kérdésed, mert már elfelejtettem a válaszokat. A saját pályád. Rólam nagyjából annyit kell tudni, hogy én az egyetem alatt közgázra jártam, elkezdtem üzleti vonalon mozogni, és az elmúlt nagyjából 15-20 évet azt a pénzügyi szektorban töltöttem. Volt értékpapírügynök cégem 2000-es évek végén, illetve az Altera nevű vagyonkezelő céget azt néhány barátommal mi vittük tőzsdére 2013-ban ment tőzsdére, és aztán 17 végén ezt eladtuk, és jelenleg autóval Lisz néven fut a tőzsdén. Azóta pedig ilyen kegyelmi időszaka van az életemnek, mert nekem nem elmúlt 8 év, hanem nekem ilyen elmúlt 16 év volt, amit kicsit ki kellett pihenni. Azért ebben sok minden volt, egy-két válság, stresszes időszak is, és most egy ilyen regenerálódó, töltődő időszakom van, ami nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom befektetésekkel, sőt, csak egy kicsit máshonnan, más megközelítésből. Ez jelenti azt, hogy jelenleg a magyar és külföldi tőzsdei befektetéseimmel foglalkozom, van egy-két ingatlan befektetésem, illetve ami mostanában leginkább lázban tart, az néhány nagyobb amerikai startup cégbe való beszállás, amit az elmúlt 2 évben hajtottam végre, és aztán én is izgatottan várom azoknak az eredményét. Úgyhogy amikor kicsit készültem erre a mai alkalomra, szóval gondolkoztam, hogy ugye az ember megtanulja már általános iskolában, hogy Historiaest Magistra Vitae, történelem az élet tanítómestere, és utána ez vagy elfelejti, vagy gondolkozhat rajta egy pár évtizedet, hogy ez mégis mit akar jelenteni. És hát nekem itt például pont a tőzsde kapcsán jelenti azt, hogy amikor az ember gondolkozik azon, hogy mi volt előtte, elolvas történeteket, elkezd hosszú távú csártokat nézni. Hosszú táv alatt nem azt értem, hogy 5-10 éves csártokat, hanem mondjuk 50, 100, 200, akár 500 éves grafikonokat, akkor egészen más megértésekre lehet eljutni, mint hogyha mondjuk az ember rövid távra koncentrál. Tehát például mondjuk az arany esetében reál értékben számolva 500 éve esik az árfolyama. Ez egy radikális gondolat, és teljesen más szemléletet ad az embernek, mint hogyha csak az elmúlt 5-10 évnek a grafikonját nézi. Úgyhogy most ezt az időszakomat töltöm, amikor szépen csendben futnak a saját befektetéseim, és közben pedig utazom a világban, nézem a világ nagyobb pénzügyi központjait, és voltam Szingapurban, Los Angelesben, San Franciscóban, New Yorkban, Miamiban és még sok más helyen. És akkor egy kicsit próbálom értelmezni a világot, és gondolkozni ezeken a mélyebb struktúrákon. Elmondanál egy pár mondatban azt, hogy hogyan fektet be az ember innen Magyarországon egy amerikai startupba? Egyrészt hogy keresel ilyen lehetőségeket, és aztán mi történik? Akkor ez az a pont, ahol, hogyha megengeded, én betennék egy képernyő megosztást, jó? Szóval az ember itt, amikor gondolkozik, akkor gondolkozik egy kicsit a tőzsdék szerepéről is, és érdekes, mert itt Attilával egy picit más időszakban kapcsoltunk be, ő korábban kezdte a pályafutását. Neki a magyar tőzsde újraszületése és felfutása az emblematikus időszak. Nekem a 2008-as válság és a 90-es évektől elindult változásoknak a beérése. És ezeknek a változásoknak vannak látványos fázisai, például a crowdfunding platformoknak a megjelenése, ami mondjuk egy Kickstarter-től kezdve egészen a tőkeportálig. És vannak a kevésbé látható részek, úgy mondanám, hogy ezek, most
láthatatlan struktúráknak a megerősödése. Mire gondolok? A tőzsdék, bár sokan elfelejtjük, és nevezzük ugyan piacnak, de néha elfelejtjük, hogy az az információ cserének a helye. Az árutőzsde egy dolog, de az értékpapírtőzsde az mindenképpen arról szól, hogy van két szereplő, akinél ár és mennyiségi információknak kell kicserélődni. Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor kevésbé volt fejlett a technológia, a találkozási pont a tőzsde volt. Ahogy elindult a 80-as évektől egy Bloomberg terminállal a technológia beáramlása a tőzsdei kereskedésbe, ez folytatódott és erősödött a 90-es években az egyre nagyobb számítási teljesítménnyel, és mostanra eljutottunk oda, hogy megkérdőjeleződött a tőzsdéknek a szerepe. Van szerepe, de nem az, mint régen. Mondjuk 50-70-80 évvel ezelőtt a tőzsde azért kellett, hogy aki eladni akart és aki venni, annak legyen egy hely, ahol találkoznak, és meg létre tudják hozni az üzletet. Ma, amikor már azt a sebességet is lassúnak érezzük, ha valakire 2 órát kell várni mondjuk egy Viber vagy WhatsApp üzenetre, akkor megváltozott ez a struktúra. Az információcsere nem ott történik, nem a tőzsdén, hanem különböző alternatív platformokon. Ezek corporate finance tanácsadó cégek, nagyobb üzleti ügyvédirodák, illetve olyan alternatív platformok, amik az bővített Excel táblától egy kifejlesztett IT rendszerig terjednek, és gyakorlatilag alternatív tőzsdeként működnek. Ez a két grafikon, amit látszik, ugye arról szól, hogy mennyi időt töltöttek el régen, és most a cégek az IPO előtti fázisban, és látjuk, hogy radikális a különbség, 4 és 12 év, illetve sokkal nagyobbra nőttek a cégek, amik tőzsdére mennek. Mi következik ebből? Ma a tőzsdének nem az a szerepe, hogy tőkét tudjak bevonni, hanem aki el akar adni és ki akar szállni, az el tudja adni kisbefektetőknek. Ugyanis ma már meg lehet találni tőzsdén kívül is a finanszírozást. Ez a következő ábra megint csak erről szól, különböző tőkebevonási méreteket mutatja, hogy az elmúlt nagyjából 10 évben radikálisan, ugye itt millió dollárokat láthatunk, ezen az ábrán, tehát a grafikon széle az a milliárd dollárokat mutatja, hogy elképesztő méretekben megnőtt a tőzsdén kívüli tőkebevonás szerepe. Ez az ábra az adott években születő unikornisoknak a cégértékét mutatja, itt is egy radikális változást láthatunk. És ezek a bizonyos új platformok, amiket említettem, ezek Kínától az Egyesült Államokig folyamatosan jönnek létre, most már elindult egy akvizíciós folyamat, illetve a tőzsdék is beszálltak, és elkezdték felvásárolgatni ezeket az alternatív platformokat, ahol a zárt körű üzlet részek cserélnek gazdát. Így jött létre például a secondmarket.com-ból a Nasdaq Private Market. És innentől a konklúzió az, és itt zárom a prezentációs részt, hogy ma a tőzsde egyre inkább, és ez tudom, hogy sokakat fel fog kavarni, és ez vitákat gerjeszt, de a tőzsde az annak a helye, ahol a korai befektetők realizálják a profitot. Az emelkedő szakaszban, ahol komoly kétszemjegyű hozamok voltak, megtartották és nem adták el, és amikor már érett fázisban van a cég, ott szállnak ki, és marad a kis befektetőknek. Tehát egy részemről egyértelmű volt a következtetés, hogy a beszállásnak a helye, ha az ember tényleg nyereséget akar csinálni, az megváltozott, ma nem tőzsdén, hanem tőzsde előtti fázisokban kell beszállni, és az pedig már ízlés kérdése, hogy ki milyen időszakot választ, nagyon korai fázist vagy későbbit. És hát igen, ugye, ahogy a Netscape alapítója mondta, hogy a szoftver megeszi a világot, ez történik most a tőzsdékkel is, a technológia az minden visz. És akkor, ugye, bocsánat, ha kicsit hosszú voltam, ez az én életem és a saját befektetéseimben is azt jelentette, hogy hogyan tudok hozzáférni a tőzsde előtti fázisokhoz. És erre mondjuk az én személyes válaszom az volt, hogy az Egyesült Államokban és Ázsiában nézem ezeket a beszállási lehetőségeket, amik elég nagy cégek ahhoz, hogy ugyan startupok, de számomra megnyugtató kockázati szintet vagy méretszintet jelentsenek, ez egy 100 millió dollár fölötti bevétel általában. És hogy hogyan? Az ember elkezd vadászni, felveszi a kapcsolatot az említett ügyvédirodákkal, tanácsadó cégekkel és különböző platformokkal, összeállítja maga szép nagy Excel tábláját, elemezget, ezzel eltölt néhány hónapot,
figyelőlistára tesz egy-két céget, elkezdi követni a híreket, és hogyha elérkezik az a pillanat, amire azt mondja, hogy na jó, ezen az árazáson én beszállnék valahova, akkor pedig végrehajtja a tranzakciót is. És beszáll, és várja az IPO-t, amikor majd neki is jön az exit.